Tóth Lívia eddig több kiadványban már társszerzőként, valamint szerkesztőként tevékenykedett. Ez a kötet a harmadik önálló műve. Az új könyvem jegyzeteket, interjúkat és riportokat tartalmaz. Ezek az írások tulajdonképpen az elmúlt 10 évben jelentek meg a Hétnap heti lapban, ugye, ahol dolgozom. Ez egy komoly válogatás. A könyvet Dudás Károly mutatta be. Elmondta, hogy különös kapcsolata van mind a könyvvel, mind pedig az írónővel. Különös kapcsolatom van ezzel a könyvvel is, Tóth Líviával is, hiszen annak idején, amikor pont most beszélgetünk róla, 35 évvel ezelőtt jelent meg az első kötetem, a Szakadó, és hát Lívi akkor készített velem interjút a Becsei vetélkedőn, és hát azóta tart a ismerettség, aztán a barátságunk, harcostársak. Első kiadásként a könyvet 300 példányban a Csókai Művelődési és Oktatási Központ jelentette meg. A nagy öröm számunkra, hogy kiadóként megjelenhetünk az idén, és a 2013-as évet úgy kezdtük, hogy 2 könyvet sikerült kiadni. Az alkalmi műsor keretében felléptek a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Kék Címkék Irodalmi Csoportja, Pilike Leánkórusa, valamint Kónya Sándor versénekes.